Az év bármelyik időszakában bekövetkezhetnek vadbalesetek, de a párzási időszakban ez sokkal gyakoribb lehet, mert a vad elveszíti veszélyérzetét. Az autósoknak ilyenkor fokozottan érdemes figyelniük. A sebesség mellett fontosak az útszakasz jellemzői is. Ha például mindkét oldalon erdő határolja az utat, és oldalt magas a fű, érdemes még jobban lassítani. A legveszélyesebb helyeken vadveszélyre figyelmeztető táblákat helyeztek ki az utak mentén, de a közelgő párzási időszakban az állatok bárhol feltűnhetnek a közutakon nappal és éjszaka is. Az őzvakok eléggé figyelmetlenek, követik a suták szaganyagát, egészen felelőtlenül mennek át a köves úton, bár nagy szerencsénk, hogy most nagyon meleg volt, ilyenkor éjszakára tolódik a nász, kisebb a mozgás, de azért éjszaka is figyelni kell. Az átlag vezető térlátása olyan, hogy az út szélét is látja, és hogyha a lámpafényben ilyen nagyjából derékmagasságban föltűnik egy-egy izzó szempár, akkor kezdjenek lassítani, fékezni, mert valószínű őzek tartózkodnak a közeli árokba, vagy át akarnak menni. A vadbalesetek amellett, hogy rendkívül kellemetlenek, jelentős költséget is vonhatnak maguk után. Például, ha volt kitéve vadveszélyre figyelmeztető tábla, nem elég, hogy az autóban keletkezett költségeket nekünk kell állnunk, de bizonyos esetekben, ha az állat elpusztul, a vad értékét is meg kell téríteni. Ez több millió forint is lehet. Ezért is nagyon fontos az elővigyázatosság. Ha mégis bekövetkezik a baleset, minden esetben rendőrt kell hívni a helyszínre. Két veszélyes üzem találkozásáról van szó, és ha egyik fél részéről sincs közrehatás, akkor mindenki a saját kárát viseli. Magyarul, ha elütöttek egy másmillió forint értékű trófeát viselő őzbakot, azaz vadásztársaság kára, ha egy Mercedesbe keletkezik egymillió forint kár, az pedig az illetőjé. Na most, ha közrehatás van bármely részről, például sebesebben megy a delikvens a gépkocsival, akkor a kár nagy részét ő fogja még a vadásztársaságnál is fizetni. Mi tudjuk, hogy ilyenkor nem szabad a köves út felé, meg egyébként sem hajtani a vadat, tehát a saját pénztárcánk védelmében ezt mindig elkerüljük. A vadászkamara titkára azt is elmondta, hogy a megfelelő sebesség megválasztása különösen fontos a kanyarokban, szerpentineken, hiszen megtörténhet, hogy egy éles kanyarból kigyorsítva a semmiből látjuk meg az állatot az úttest közepén.